Az 1956-os forradalom és szabadságharc ikonikus pillanatait megragadva, idén is színvonalas előadással emlékeztek meg a Vaszary János általános iskola diákjai és pedagógusai a 63 évvel ezelőtti eseményekről. A gyerekek által bemutatott műsor az 56-os hősök tetteinek kívánt emléket állítani. Minden egyes műsor nagyon megérint engem is, ahogy a kollégákat, illetve a vendégeinket is. Azt hiszem, nagyon sok tehetséges diákunk van, és van sok tehetséges pedagógusunk, és ezek közé tartozik Sárosi Csaba is, aki olyan szinten tudja motiválni a diákokat, hogy aki talán a 8 év alatt egyszer sem szerepelt igazán, és a hangját sem hallottuk, az a tanuló most itt kiállt, és nagyon határozottan szerepelt, és adta elő 56 eseményeit. Azt hiszem, az a célja is ezeknek a műsoroknak, hogy érzéseket váltsanak ki. Hát ezek a műsorok, amit Csaba ír és rendez, ezek a műsorok mindig érzéseket váltanak ki a gyermekekből is, a vendégekből is, a kollégákból is, és természetesen belőlem is. A darab írója és rendezője az idei előadásban is igyekezett olyan dramaturgiai eszközökhöz nyúlni, melyekkel minden diák számára érthetővé válnak a történelmi események, érzelmeket váltanak ki, és akár további kérdéseket ébreszthetnek a tanulókban. Nem biztos, hogy értelmiségben el tudom mondani a történelmet vagy a történetiséget, de így összevegyítve a szabadság iránti vágy, a szerelem érzése, de ugyanakkor a megjelenő hatalomnak az agressziója, és ebből, hogy lehet az embernek kijutnia győztesen, ezt akartuk megmutatni a végén ezzel a öröm táncol, úgymond a Brunc című szenzációs dalra, hogy mindig van út. Csak igazából tisztába kell lennünk, hogy mit akarunk. Tehát a kulcs a gyerekek nyakában van most is, tehát hogy mi a szabadság. Csak azt szeretném, hogy ezt a kulcsot használnák, és egy-két ajtót megnyitnának, és rájönne arra, hogy melyik az az út, amit ő választana a jövőben. A Vaszary János általános iskola megemlékezésén kiemelt tisztelettel köszöntötték a darabot megtekintő dr. Szalai Margitot és Fasing Sándort, mindketten átélték és részesei voltak az 56-os eseményeknek.